Napi rend előtti felszólalásában a Fidesz-KDNP frakció vezetője Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fejlesztési miniszteri biztosa a vidékfejlesztési program aktualitásáról szólt. Lipők Sándor kiemelte, a 2020-ig tartó uniós ciklusban a program megvalósítására 1300 milliárd forint áll rendelkezésre. A pályázati kiírások tekintetében ugye 19 ilyen jellegű kiírás jelent meg. Az össze, most jelen pillanatban 610 milliárd forintban vannak kiírások, de ez év végéig az 1300 milliárd forintos keretre az összes forrás kiírás megtörténik. A képviselők a terület és településfejlesztési operatív program egyik foglalkoztatási gazdaságfejlesztési felhívásával kapcsolatosan úgy döntöttek, támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat, hogy erősítsék a megyei szintű foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködéseket. Ez az egyetlen egy olyan topos pályázati kiírás, amiben már eleve a megyei önkormányzat kedvezményezetként meg van jelölve. Konzorcium vezetőként, kötelező konzorciumi partnerünk a kormányhivatal munkaügyi főosztálya, és más konzorciumi partnerekre is támaszkodhatunk, hogy egy olyan foglalkoztatás ösztönző paktumot valósítsunk meg a megyében, és aztán majd kistérségi paktumokban is részt vesz a megyei önkormányzat kötelezően konzorciumi partnerként a következőkben, amely a munkaerő képzését, átképzését célozza meg, és vállalkozóknak, foglalkoztatóknak munkaügyi támogatást nyújt, tehát bértámogatást nyújt, illetve munkába járási támogatást is nyújt. A közgyűlésen a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról is szavaztak a képviselők. A szocialisták szerint a témában szükségtelen az önkormányzati határozat. A magyar kormány ettől a határozat megszületésétől függetlenül már hónapokkal ezelőtt eldöntötte, hogy el fogja utasítani a betelepedési kvótát. Ehhez a kormánynak a megfelelő felhatalmazása mind a parlamentben, mind másutt megvan. A Fidesz összegyűjtött 1.800.000 aláírást az utcán ennek a témának a támogatására. Tehát szerintünk semmi sem értelme nincs annak, hogy egy olyan ügyben hozzon határozatot egy önkormányzat, amelynek semmi, de semmi köze nincs az önkormányzat egyébként működési szabályaihoz, az önkormányzat jogköreihez. A jobbikos képviselők a kvóta elutasításáról szóló előterjesztést üdvözölték, ám hiányosnak vélték, ezért módosító javaslattal éltek. Ők továbbá elutasították volna a visszatoloncolás intézményét, valamint a migránsok kötelező közfoglalkoztatását is. A szocialista frakció talán még szóra sem érdemes módon reagált rá. Nagyon felháborít az a fajta viselkedés, amit műveltek itt a szocialista képviselők. Én azt gondolom, hogy méltatlan volt mind az ügyhöz, mind az ország stabilitásához, mind magyar állampolgárhoz az a fajta véleménynyilvánítás, amit ők elmondtak. A Fidesz frakció részéről számomra érthetetlen az a fajta ellenállás, ami az abban nyilvánult meg, hogy egyetlen pontját sem fogadták be, egyetlen mondatás vagy egyetlen szavát sem fogadták be a módosító javaslatunknak. A képviselők többek között a megyei önkormányzat idei költségvetéséről is döntöttek. A költségvetés fő összege több mint 800 millió forint. Ez áthúzódó tételeket, pályázati összegeket is tartalmaz. A megyei önkormányzati hivatal működésére, tárgyi személyi juttatásokra valamivel több mint 300 millió forintot fordítunk a következő évben. A tervek szerint régóta esedékes beruházásokat is elvégez majd az önkormányzat, egyebek mellett fejlesztik a közgyűlési szavazóberendezést, valamint belső felújításokat is végeznek a megyeháza épületén.